Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítője legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel üdvözlöm jelenlévő testvéreket, és mindazokat a testvéreket, akik az EVTN televízió keresztül csatlakoznak a mai szentmise áldozathoz, csatlakoznak a szentmise bemutatásához, a testi jelenlétükkel nem is, de lelki jelenlétükkel igen. A legszentebb áldozatot a következő szándékokra fogom bemutatni. Elhunyt Antal fér lelki üdvért halálának második évfordulóján, elhunyt Anna édesanyáért, elhunyt Mercedes lelki üdvért, elhunyt Pados József kanonokért, elhunyt Szalai Kálmán plébánosért,
elhunyt Komlós Horváth Katalinért, elhunyt Zitáért, Pannikáért és Anikóért, elhunyt Paula nővérért, valamint Bernadett és Antal gyógyulásáért, hálából az eltelt 80 évért további kegyelmekért, élő és elhunyt családtagokért, Bea, Nóra és Klára gyógyulásáért, családjukért, 103 éves Julianna édesanyáért, élő Aranka néni, elhunyt Janis István és családtagjai lelki üdvéért, valamint Ildikó testi lelki gyógyulásáért, Martin egészségéért, Béli Ernő gyógyulásáért, Barnabás atyáért, Rózsa nővérért, Tálos Istvánért, Halászné Ilikéért és Klárikáért. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és kudasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, minden gorosz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, őrizd szüntelen jóságoddal egyházadat, és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Sába királynője megcsodálja Salamon király bölcsességét. Olvasmány a Királyok első könyvéből. Amikor Sába királynőjéhez eljutott Salamon híre az Úr nevével kapcsolatban, eljött hozzá, hogy találós kérdésekkel próbára tegye. Hatalmas kísérettel, fűszereket, drágaköveket és töménytelen aranyat szállító tevékkel érkezett Jeruzsálembe. Meglátogatta Salamont, és megtárgyalt vele mindent, ami csak érdekelte. Salamon meg is felelt minden kérdésére. Nem volt olyan dolog, amely ismeretlen lett volna a király előtt, és amelyre ne tudott volna választ adni. Sába királynője megcsodálta Salamon nagy bölcsességét, a házat, amelyet épített, az asztalára felszolgált ételeket, tisztviselőinek lakásait, cselédségének elhelyezését és ruházatát, pohárnokait, végül azokat az egészen elégő áldozatokat, amelyeket az úrházában bemutatni szokott,
és a lélegzete is elállt. Meg is mondta a királynak, igaz a hír, amelyet országomban dolgaidról és bölcsességedről hallottam. Nem akartam hinni a híreknek, míg el nem jöttem, és saját szememmel meg nem győződtem, hogy még a felét sem mondták el nekem. Hiszen bölcsességed és gazdagságod felülmúlja a híreket, amelyeket hallottam. Boldogok alattvalóid és boldogok szolgáid, akik állandóan előtted állnak és hallják bölcsességedet. Áldott legyen az Úr, a te Istened, ki kegyelmével Izrael trónjára ültetett. Mivel mindörökre szereti az Úr Izraelt, azért tett téged királlyá, hogy jogot és igazságot szolgáltass. Végezetül 120 talentum aranyat, rengeteg illatszert, meg drágakövet adott ajándékba a királynak. Soha többé nem hoztak annyi fűszert, mint amennyit Sába királynője adott Salamon királynak. Ez az Isten igéje. Az igaz a kajka, bölcsességet szól. Az igaz a kajka, bölcsességet szól. Mi sorsodat az orra benne remi, és ő gondoskodik rólad. Igazságodat napfényre hozza, mint a déli nap, úgy ragyog igazad. Az igaz a kajka, bölcsességet szól. Bölcsességet szól az igaz a kajka, és nyelve az igazságot hirdeti. Isten törvénye él a szívében, nem is ingadoznak soha léptei. Az igaz a kajka, bölcsességet szól. Legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket. Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe, hanem ami az emberből származik, azt szennyezi be őt. Amikor Jézus a népsokaság előtt bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte. Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába és a félreeső helyre kerül? Ezzel tisztának mondott minden ételt. Aztán így folytatta. Ami az emberből ered, azt teszi tisztátalanná az embert, mert belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kavzsiság, rossz indulat,
csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevésség, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert. Ezek az evangélium igéi. Hát testvéreim, azt gondolom, hogy óriási dolog, hogy van a világon EVTN. Óriási dolog, hogy van az EVTN-nek magyar adása. Hogy van egy katolikus missziós tévé, aminek az elsődleges célja az apostolkodás, az evangelizáció. Ugye? Hogy az örömhírt vinni. Hogy az embereket elvezetni Krisztushoz. Hogy Krisztussal éljenek. Hogy a lelkük Krisztusba öltözzön. Ráirányítani Krisztusra a figyelmet. És az ő egyházára. És visszacsalogatni. Vagy becsalogatni az embereket az egyházba. Ugye? Ez az EVTN-nek az elsődleges küldetése. És eljátszottam azzal a gondolattal, hogy az Isten kegyelméből, az Isten akaratából, az EVTN hihetetlen jó kezdi el végezni a dolgát. És a műsorok, amiket képernyőre visz, azok megérintik az embereknek a szívét. A Szentlélek úgy rendezi a dolgokat, hogy valahogy az emberek véletlenül rátaláljanak a sok csatorna közül az EVTN-re, és ott pont olyan műsor fut, ami telibe találja a szívüket, ami fölébreszti bennük a vágyat, hogy újból, behatóbban meg akarják ismerni Krisztust és az ő egyházát. És akkor azon kezdtem el gondolkozni, testvéreim, hogy akinek így fölébred a vágya, látva egy jó műsort, egy ilyen lelki tartalmat, és elindul visszafelé az egyházba, vagy azért, hogy az egyházat fölfedezze, az talál-e olyan testvéreket, akik Krisztust sugározzák neki? Talál-e hiteles keresztény embereket? Talál-e hiteles papokat? Talál-e egyáltalán egy közösséget, amihez tud csatlakozni? Talál-e lelki gyakorlatokat? Talál-e olyan helyet, ahol mélyen tud imádkozni, ahol el tud mélyedni az Istennel való kapcsolatban? Talál-e zarándoklatokat? Testvéreim, itt Győrben nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Van egy örökimádó kápolnánk, ahova el tudunk hívni embereket. Tudjuk mondani, hogy bármikor, amikor rosszul érzed magad, ott meg tudsz pihenni Jézus lábánál, el tudsz menni oda. Itt szerencsés helyzetben vagyunk, mert minden szeptemberben van Szentlélek szeminárium. Azt tudjuk mondani, hogyha a keresztségben és a bérmálásban kapott kegyelmed, azt akarod, hogy fölszítódjon benned, gyere el egy Szentlélek szemináriumba. Kurzió is van Győrbe. Azt tudjuk mondani, ha van egy hétvégéd Istenre, akkor menj el egy kurzióra. Lehet találni itt zarándoklatokat, Medjugorjéba.
Milyen jó lenne, testvéreim, hogyha minden nagyobb városban lenne örökimádó kápolna. Ha lennének lelki gyakorlatok, minden nagyobb településen lenne Szentlélek szeminárium, kurzió, vinnék az embereket oda, ahol az ég és föld összeér, Medjugorjéba, mert az emberekben van szomjúság. Milyen jó lenne, hogyha mindenhol ez lenne. Magyarán tudnának az emberek kapcsolódni emberekhez, mert hitelesek, papokhoz, mert hitelesek, közösségekhez, mert érzik, hogy ez a közössége Szentlélekben van. Igen, testvéreim, a feladatunk egyértelmű. Keresztes Szent Terézia Benedikta így fogalmazta meg, az ember felelős az összes többi ember üdvösségért, és az összes többi ember az övéért. Azt mondta Henri Lacordaire, dommonkos hitszónok, amin nincs keresztény ember szeretet nélkül, úgy apostoli szellem nélkül sincs. Igen, testvéreim, arra vagyunk mindannyian hívva, hogy apostolkodjunk. Viszont csak akkor tudunk majd apostolkodni, hogyha Krisztust képesek leszünk megjeleníteni. Bridge McKenna azt írta, Jézus megjeleníteni a világban. Ez minden megkeresztelt embernek a küldetése. És 16. Benedek pápa fölhívta a figyelmünket arra, hogy csak akkor leszünk képesek jól tolmácsolni az örömhírt, hogyha magát Krisztust tudjuk adni a többi embernek. Ezt írt a 16. Benedek, addig nem fogjuk tudni elvinni a világnak az örömhírt, vagyis magát Krisztust, amíg mi magunk nem válunk teljesen egyé Krisztussal, amíg nem ismerjük meg alaposan, személyesen, és amíg nem tesszük magunkévá a szavait. Igen, testvéreim, Krisztust megismerni, Krisztussal mély, intenzív szeretet kapcsolatot ápolni, és a szeretet kapcsolatban engedni, hogy Krisztus megtisztítsa a szívünket. Mert ugye arról beszélt Jézus a mai evangéliumban, hogy lényegében a mocskos lélekből származik minden rossz. A tisztátalan, hogyha az embernek tisztátalan a lelke, mert a bűnök által bemocskolódik, és így eltávolodik a bűnnel Istentől, és már nem a Szentlélek vezeti a gondolatait, hanem a gonosz lélek, és ezekből a rossz gondolatokból istentelen cselekedetek származnak. Paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irítség, káromlás, kevésség, léhaság. Testvéreim, ezektől meg kell tisztulnunk. Engednünk kell Krisztus, hogy ezektől megtisztítsa a szívünket, hogyha hitelesen akarunk apostolkodni. Ha Isten kegyelméből nem válunk lélekben tisztává, akkor az embereknél nem fog célba találni az üzenetünk. Ha nem vagyunk mások, mint azok, akik Isten nélkül élnek, akkor miért akarnák az emberek elfogadni az mi üzenetünket? Igen, testvéreim, engedni kell, hogy Krisztus megtisztítsa a szívünket, engedni kell azt, hogy átragyogjon rajtunk Krisztus. Ehhez viszont, testvéreim, az imádság embereivé kell válni. Nem imádkozgató emberekké, nem imádkozó emberekké, hanem az imádságnak az embereivé.
Mert testvéreim, az imádságon és a szentségeken keresztül tisztítja meg apránként az Isten a szívünket. És erre a tiszta szívre van nekünk szükségünk. Ezt ő hajtja végre bennünk, testvéreim, a mi beleegyezésünkkel, a mi együttműködésünkkel, de csak Isten tudja megtisztítani a szívünket. Csak Isten tud minket kigyógyítani magunkból. Az imádság közben Isten munkálja ki bennünk az erényeket. Nyilvánvaló, hogy azért valamennyi erőfeszítés nekünk is kell tennünk, de ezt ő teszi meg. Azt írja Mattel Meszkin, a szív megtisztítása kötelezően és szükségesen bejárt út számunkra, miközben egy új tiszta szív teremtése természet fölötti tett, ami egyedül Istent illeti. Mindazonáltal össze van kötve a mi utunkkal, mert amilyen mértékben megtisztítjuk szívünket a hit és a megtérés által, olyan mértékben válunk képessé ennek az új, Isten képmására teremtett szívnek a befogadására. És az Isten teljesen akarja a szívünket, nem csak egy darabját, nem csak egy részét, teljesen. És akkor leszünk hiteles keresztények, testvéreim, ha Isten lesz az első az életünkben legalábbis, ha erre törekszünk. Hogyha nem leszünk bálványimádók, hogyha rendetlenül nem szeretünk mást, ha ő az első, Mattel Meszkin írja, ezért olyan fontos dolog a szív megtisztítása azoknak, akik Istent szeretik. Isten nem kér és nem fogad el részleges vagy megosztott szeretetet. Azt akarja, hogy a szív teljesen az övé legyen. A teljes szívvel azt akarja mondani az emberi érzelmek minden fogyatékosságától, a test hajlamaitól vagy függőségeitől, az érzelmi felindulásoktól megtisztított szív, vagyis azt jelenti, hogy teljesen megtisztítva minden titkos bálványtól és azok ápolásától. A szentek szentje csak Istennek lehet szentelve és felékesítve. Igen, testvérem, és itt jön a nagybőd. Ha jól emlékszem, jövő szerda már hamvazó szerda. És akik nem álltak neki az Exodus 90-nek, vagy a Fiat 90-nek, azoknak itt az idő, hogy elkezdjék a bődben, legalábbis, hogy ránézzenek, hogy vannak-e titkos bálványaik, amik elszeretik őket az Istentől, meg elrabolják az idejüket az imádságtól. A tévé, a mobiltelefon, a sorozatok, a videójáték, a szerencsejáték, az alkohol, a kábítószer, a pornográfia, a vásárlás, a zabálás. Ezek mind, testvéreim, eltávolítanak minket Istentől, ha rendetlenül szeretjük őket. Ha hiteles keresztényekké akarunk válni, akkor szabadnak kell lenni, apránként meg kell szabadulni, engednünk kell, hogy apránként megtisztítsa Jézus a szívünket a bálványoktól. Látszódnia kell rajtunk, hogy nekünk Krisztus központú az életünk, nekünk mindenünk Krisztus, nekünk ő a szerelmünk, ő a legfontosabb az életünkben. És akkor majd tudunk evangelizálni. Azt hiszem, Kenteni József mondta azt, hogy manapság az egyetlen Biblia, amit a hitetlenek olvasnak, az a hívők élete. Ugye? És azt hiszem, Assisi Szent Ferenc azt mondta, hogy prédikáljatok szüntelen, ha kell, szavatokkal is. Mert testvérünk, nekünk elsősorban az életünk a prédikáció. És ha imádkozni fogunk, legalább napi egy órát, ha végre mondani fogjuk a rózsafüzért minden nap legalább napi egyet, akkor apránként Krisztus elkezd uralkodni bennünk, megtisztítja a szívünket, és elkezdünk hasonlítani hozzá. És ezt észre fogják venni az emberek, testvéreim. Igen, nekünk tanúságtevőké kell válni. Azt kell elmondani, testvérem, hogy mit tett veled Krisztus? Miből gyógyított ki? Az a legerősebb evangelizáció.
hogy mondjuk, ha el tudod mondani, hogy kigyógyított a kapzsiságból, a rossz indulatból, a kicsapongásból, az irítségből, a kevésségből, a léhaságból. Elkezdtem imádkozni, lusta voltam, mint a dög, de amióta megtértem, már nem vagyok lusta, már nem vagyok kevés, már nem vagyok kicsapongó. Tanúságtevővé kell válni. Azt mondja Szent II. János Pál pápa, a missziós tevékenység elsősorban tanúságtétel és kisugárzás. Nagyon hasonlót mond 6. Pál is, aki így írt, az egyház szemében legelső evangelizációs eszköz híveinek őszinte keresztény élete, szoros egységben Istennel, akire teljesen ráhagyatkoznak, másokat szolgáló áldozatos magatartásuk. A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is. És nagyon érdekes, amit 12. Pius pápa írt, hogy az apostolkodásnak az elsődleges és legfőbb módja az imádkozás. Ezt írta. Minden kereszténynek apostolnak kell lennie, az apostolkodás legfontosabb módja az imádkozás. Imádkozni, hogy apostollá tegyen téged Krisztus, és imádkozni mások megtéréséért. Hány történetet ismerek, hogy elimádkozta valaki a pompei rózsafüzér 9-edet, 54 napig napi 3 rózsafüzért valakinek a megtérésére, és megtért. Tudunk mi áldozatot hozni mások megtéréséért? És a közben járó ima, azt mondja az egyik sivatagi atya, az olyan, mint amikor egy beteget megkenünk olajjal, az olaj először hozzánk ér. A közben járó imán keresztül te is gyógyulsz, testvér. És aki megismerte Krisztust, mert megtapasztalta magában Krisztus békéjét, hogy milyen jó vele élni, hogy elkezdte megváltoztatni és megtisztítani a szívét, testvéreim, az nem tud nem beszélni erről a valakiről, aki föltámasztotta a lelkét, aki átvitte a nehézségeken, aki új szívet adott neki, krisztusi szívet. Ezért mondja Szent II. János Pál pápa azt, azok, akik igazán kapcsolatba kerültek Krisztussal, nem tarthatják meg őt maguknak, hirdetniük kell őt. Matthew Meskin is elég hasonlóan ír, azt mondja, aki megismerte Istent, aki szereti őt, annak felelőssége van azokért a testvéreiért, akiknek még nem nyitott a szíve Isten felé. Igen, testvéreim. Az egész apostoli tevékenységünk azon múlik, hogy mennyire fogadtuk be Krisztus szeretetét, mennyire nyíltunk meg rá, és hogy ez a szeretet mennyire változtatott meg minket, és ez a szeretet mennyire sürget minket, hogy másokat is elvezessünk a szeretet forrásához, Krisztushoz, aki minden emberben benne lakik. Olyan szépen ír keresztes Szent János. Magától értetődő igazság, hogy a fele barátunk iránti együttérzés annál erősebb, minél jobban kapcsolódik össze a szeretetben a lélek az Istennel. Minél nagyobb ugyanis benne a szeretet, annál inkább kívánja, hogy ugyanazt az Istent mindenki más is szeresse és tisztelje. És minél jobban vágyodik erre, annál inkább dolgozik rajta imával, de minden más számára lehetséges eszközzel is. És akik ennyire Istenben lakoznak, azoknak a felabaráti szeretete olyan nagy hévvel és erővel nyilvánul meg, hogy nem képesek visszafogni magukat, hiszen nem elégszenek meg azzal, hogy csupán saját maguknak jusson nyereség, és hogy csak egyedül jussanak az égbe, ezért inkább nagy gonddal és csodálatos buzgalommal, szívünkben égi szeretettel fűtve azon munkálkodnak, hogy minél nagyobb számú lelket vigyenek magukkal a mennyekbe. És mindez az Isten iránti nagy szeretetükből fakad, tökéletes imádságuk és szemlélődésük tiszta gyümölcse és egyenes következménye. Testvéreim, minden az imán múlik. És
Nem kell nekünk tudni minden kérdésre válaszolni, testvéreim. Nem kell nekünk, olyan bölcsnek kell lennünk, mint Salamon, aki ugye Sába királynőnek ugye minden kérdésére tudott válaszolni. Nem, testvéreim, nekünk tanúságot kell tenni arról, hogy mit tett velünk Krisztus, hogy hogyan találkoztuk vele, hogy hogyan élünk vele, és hogy mennyire jó vele élni. És testvéreim, el kell hívni olyan eseményekre, ahol az Isten nagyon munkálkodik, nagyon akarja adni magát. Egy zarándoklatra. Egy medjugórei zarándoklatra el kell hívni rokon, családtagot, munkatársat, egy Szentlélek szemináriumra, egy kurzióra, vagy gyere el velem az örök imádó kápolnába, ülj be velem egy órára, mert a csönd mélyén Isten beszél. És imádkozni érte, hogy érítse meg az Isten. Igen, testvéreim, többet imával és keveset beszéddel. Hát testvéreim, áldja meg a mindenható Isten mind az EVTN-nek az apostoli tevékenységét, mind a mi apostoli tevékenységünket. Váljunk az imádságnak az embereivé, mert a lélek levegője az imádság, ahogy Sziennai Szent Katalin mondja, imádkozás közben tanulja meg a lélek levetni önmagát és magára ölteni Krisztust, és engedjük, hogy az imába Krisztus megtisztítsa a szívünket, mindezektől a dolgoktól is, és az összes többiről is, amire mai evangélium szakaszban Urunk beszélt, és hogy így hiteles, tanúságtevő, apostoli lelkülettel rendelkező keresztényekké váljunk. Ebben erősítsen minket az eukarisztia gyakori vétele, és ehhez kérjük mennyei édesanyánknak a közbenjárását. Amen. Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszent Egyházat, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elvezesse az Anyaszent Egyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulások munkálásában, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy mind jobban megengedjük Istennek, hogy Isten lehessen bennünk, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatás Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Oh,
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, Te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted, add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek Krisztus, a mirunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden művet, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk, minden angyallal együtt örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük. Szántó! Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, András püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, aki a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodom mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békije legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor, béke veled, béke veled, béke veled. Jézus Krisztus testvérének. Mitől lesz peccata mondi, miserire nobis, agnus Dei. Mitől lesz peccata mondi, miserire nobis, agnus Dei. Mitolis peccata mundi, dona nobis pacem. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyújj az én lelkem. Krisztus teste őrizze engem az örök életre. Krisztus vére őrizze engem az örök életre. Jelen vagy ott,
Könyörögjünk. Istenünk, Te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kejből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén Krisztus a mi urunk által. Hirdetném a kedves jelenlévőknek és a EVTN TV-nek a nézőinek, hogy január 17-én elkezdődtek Győrben az ima estek a vérrel könnyező győri szűzanyának a tiszteletére. Mindig 5 óra 20-kor kezdjük a közös rózsafüzér imádkozást, és gyönyörű volt, hogy már az első alkalommal is több mint 100-an imádkoztuk a Szentolvasót, majd Szentmise, majd gyertyás körmenet veszi kezdetét, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Minden hónap 17-én, mert ugye március 17-én könnyezett vérrel, 1697-ben, ha jól emlékszem, Győrben a kegykép. Második fontos dolog, amivel megbíztak engemet, az az, hogy jelenleg rendkívül sok nációnak a képviselői ott vannak Monte San Angelo-ba, Olaszországba, Szent Mihály barlangja közelében, hogy felajánlják az országjaikat Szent Mihály arkangyal védelmébe. És van magyar küldöttség is, és a magyar küldöttség, amennyire tudom, holnap fogja felajánlani Magyarországot Szent Mihálynak a védelmében. Ezért nincs ma Mészáros Domonkos atya se itt, ezért én mutattam be legszentebb áldozatot helyette.
mert ő is kint van ott, és amennyire jól tudom, Mohos Gábor püspök atya vezeti a magyar delegációt, és megkértek arra, hogy ezt a fölajánló imát, amit holnap fognak papjaink fölolvasni ott Monte San Angelo-ba, ezt én így olvassam föl előzetesen, és Mészáros Domonkos atya kérte, hogy mindenképpen mondjam el, hogy csatlakozzanak holnap mindazok, akik ráérnek, különben ennek a barlangtemplomnak van egy külön csatornája, és azt hiszem élőbe fogják közvetíteni. Csatlakozzon hozzájuk lélekben, vagy ezen a médiumon keresztül ez a felajánláshoz, hogy minél többen védjük szeretett hazánkat, így Szent Mihály Arkangyalon keresztül az Isten elé. Így hangzik ez a felajánló imádság, amit holnap fognak felolvasni. Örök Atya, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőítünk és dicsérünk téged a Szentlélekben. Örök igéd által, aki Szűz Mária méhében testet öltött, teremtettél mindent, a látható és a láthatatlan világot, a trónusokat, az uralmakat, a hatalmasságokat és az erősségeket. Minden Jézus által és érte teremtetett, nagy jósággal tekintesz mindnyájunkra. Nyisd meg szívünket szereteted és üdvözítő terved előtt. Szűz Mária, a Szentlélek mátkája, az összes angyalok és szentek közbenjárására ébreszt fel minden ember szívét szeretetedre és Istentől való eltávolodásukból. A mai napon különösen hálát adunk neked, hogy megteremtetted a szent angyalokat. Csatlakozunk dicséretükhöz, melyet trónusod előtt szüntel magasztalnak téged. Nyilván ez nem a szűzanyára vonatkozik, hanem Istenre. Íme te hozzád járulunk, Szent Mihály Arkangyal, a mennyei seregek vezére, Isten dicsőségének nagy harcosa, a gonosz legyőzője, az emberek szeretetteljes barátja. Te nem akarod, hogy elvesszünk, ma hozzád zarándokultunk a Gargánóra, hogy barátságodért esedezzünk. Sokak nevében jövünk mindazokért, akik hozzánk tartoznak. Jövünk azon országok és imacsoportoknak nevében, melyeknek zászlóit a szent helyen magunkkal hoztuk. Szent Mihály Arkangyal, kérünk téged, védj meg minket a háborútól, a bajtól, a csapásoktól, az Isten büntetőítéletétől, amit a Szentírás szerint te fogsz végrehajtani. Neked szenteljük magunkat és családjainkat, barátainkat és ismerőseinket, országainkat, és mindazokat, akik sok helyütt csatlakoznak hozzánk az imában, ebben az órában. Végül neked ajánljuk a sok oldalról szorongatott szent katolikus egyházunkat. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, áldjon és őrizzen benneteket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fi és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békéve. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejével szíts vissza a kározat helyére. Amen. Imádott Jézusom, a lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összefordjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Thank you.
Istenünk, mennyi és föld ura, egyedül téged illet a dicséret, hiszen általad jöhetett létre mindaz, amiért dolgoztunk. Add kegyesen, hogy ez az első katolikus műholdas televíziós hálózat egyházad ragyogó szépségét hirdesse a világban. Add, hogy fiadat, az örök ígét dicsőítse ez a nagy mű, amely csak is a te kezed nyomán jöhetett létre. Áld meg a műsorokat, melyeket sugároz. Ahogyan a te szent ígéd belőled árad, ó atyánk, ugyanez az ige jusson el mindazok szívéhez, aki ezt az adót nézik, vagy aki vagy hallgatják. A Szentlélek töltse el és ismeresse mindazokat az előadókat, akik műsoraiban a te igazságodat és egyházad tanítását hirdetik. Töltsd el erőddel ezt a televízióadót, add, hogy általa az emberek életszentségre törekedjenek. Egyházad terjesztésén buzgókodjanak, bátran álljanak ki az igazság és az emberi jog védelmében, és viseljék el türelmes lélekkel az esetleges üldöztetéseket. Atyaid áldásod kísérje ezt a művet mindörökké. Amen.